A Művészetek Házában nyílt meg szeptember 28-án Danis János fotóművész, Emberek feketén-fehéren című kiállítása. A számos nemzetközi elismeréssel díjazott fotográfus karrierjének kezdetei vívó múltjában nyúlnak vissza, mondta el köszöntőjében Gémesi György polgármester. Hölgyeim és uraim, Danis Jánosról kevesen tudják, hogy ő vívott. Nagyon-nagyon sok szép vívó emlékünk van, és már akkor készültek olyan fotók, amelyek ma is megvannak. Danis János közel 500 kiállításon vett már részt, és nem kis kiállításokon, komoly nemzetközi megmérettetéseken is, talán a legnagyobb nemzetközi fotó művész díjat is megkapta, mindezt villamosmérnökként és kiváló mérnök gazdasági szakemberként. A gödöllői fotóművész erdélyi életképei portréi kapcsán Krassai László korábbi alpolgármester egy régi kirándulásra emlékezett vissza. Danis Jancsinak körülbelül 300 képét 4 kontinens és 40 ország láthatta eddig. 166 díjat kapott az életében, és ennek a gazdag életútnak a következő állomása most itt Gödöllő, ahol fekete-fehér képeit megcsodálhatjuk. Amikor végignéztem ezeket a képeket, nekem egy régi kirándulás jutott eszembe. Valahol a Dunatisza közén egy kis faluban a tanárunk vendégei voltunk, fiúk és lányok, de a falu akkoriban még egészen másképpen nézett ki. A vízért biciklivel kellett menni néhány kilométerre, nem volt vezetékes gáz, nem volt központi fűtés, de mégis nagyon jól éreztük magunkat, mert a falunak a csendje és az illata vett körül bennünket. Sokat beszélgettünk, sokat hallgattunk, és az egyik ilyen délutánon arra kerestük a választ, amelyre már évezredek óta próbálja az ember megtalálni a megfelelő feleletet, és mindig felel is rá a tudásának, a hitének, a világszemléletének a függvényében, hogy kik vagyunk és miért vagyunk. És akkor a tanárunk azon a délutánon azt mondta, hogy tudjátok, az ember az majdnem semmi, és majdnem minden. És hogy értékes emberek lehessünk, ahhoz a majdnem semmit gazdag, egészséges lelkiséggel kell megtöltenünk, és minél nagyobb tudással. És ahogy néztem ezeket a képeket, az jutott eszembe, hogy hát Danis Jancsi ilyen embereket mutat be nekünk, ilyen értékes embereket, erdélyi embereket, zömmel erdélyi embereket, akik a Trianonban elszakított, a mai Magyarország területénél nagyobb területű, nagyon gazdag ásványi kincsek, természeti kincsekben, kulturális kincsekben, gazdag területnek a keleti felében élnek. A művész szándéka szerint egy eltűnőben lévő világot szeretne megőrizni az utókornak. Én szeretettel csináltam ezeket a képeket, és szeretettel nyújtom át nektek, hogy élvezzétek, gondolkodatok el rajta. Ezek pillanatok. Pillanatok, amiket reményeim szerint egy hosszú távra megrögzítettem, befagyasztottam, és néhány talán közülük örökké valóság, vagy közel örökké valóságig is megmarad. Az eseményen részt vettek a németországi testvérvárosunkból, Gießenből érkezett vendégek is.